Erre vágytak már régóta az ase kajakos kenus növendékei, tanulás után végre lejönni a gesztenyési csónakházba az utánpótlás bázisra, és vízbe szállni Marci bácsi, vagyis Tóth Márton utánpótlás edző felügyeletével. A 7 évestől a 12 évesig az úgynevezett előkészítő csoportokban 40-en látogatják mostanság az edzéseket. A vízre, a hajóra szoktatás játékos, élményt adó formában továbbra is a vezérel, és ha el is fáradnak a gyerekek, de ne legyen egyáltalán munkaszaga az edzéseknek, jegyezte meg Tóth Márton, egykori versenyzőből lett edző. Csinálják és csinálják is, tanuljanak meg kenúzni és kajakozni, azt meg is tanulnak, de hogyha ők úgy gondolják, hogy ez tetszik nekik, és komolyabban akarnak vele foglalkozni, akkor erről elég 12-13-14 éves korukban dönteni, vagy nekik, vagy a szüleiknek. A 12 évesek fölkerülhetnek abba a csoportba, ahol már több a heti edzés, megjelenik a versenysportra való felkészítés. Egy ilyen nagymúltú, folyamatosan válogatottakat adó klubnál bizony keresik Hoffman Ervin, Kozman György, Boros Gergő és a mai meghatározó kajakosok, a világbajnok Kiszli Vanda és Pup Noémi utódait. Dunaszentgyörgyről, Madocsáról, Bikácsról is hozzák viszik a gyerekeket szüleik az ase edzéseire nyári táboraiba. Elsősorban persze azért, mert ez a sport olyan jártasságokat, készségeket alakít ki a gyerekekbe, amiket az életben kiválóan hasznosíthatnak, amire csak itt ilyen körülmények között tehetnek szert. Egy kajakkenus, mondjuk aki már 8 vagy 9 éves kor óta idejár, és mondjuk 10 éves korra azért korán mondtam, de 14 éves korában lemegy, és akkor ott fickoskodik, akkor ő fogja tudni azt, hogy egyébként itt azért óvatosan kell bánni a Dunával, mert azért a Duna az nagy erőt képvisel. Akik abba hagyták, mondjuk ők már 21-22 évesek, többen is vízimentők, és van a vízivándor program, amiben ugye a Paks is jelen van, a Paksi megállóhely is egy kiinduló pontot jelent az alsó Duna felé. Ők látják el a vízimentő feladatokat. Tehát a vízivándor az egész országban egy olyan, azt hiszem, 4-en as és múlttal rendelkeznek. Le a vízre! Erre kérdezünk! Ne! Babaljuk, Levi, gyere ide el a sarkára! A kajak népszerűbb Pakson is, mint a kenu, ahogy ez az egész országban így van, ám a kenu annak előkészítő formájában is már most is jelen van, és mindig is volt. Tóth Márton, mint egykori elkötelezett remek kenus, Tóth Márton, mint egykori versenyző, elkötelezett, hogy az asénél ne tűnjön el ez a magyar szempontból is sikeres szakág. Az általunk kiválasztott két kisrácban, bár addig még sok víz folyik le a Dunán, a jövő lehetséges párosát véljük felfedezni. Őket már, mint mondják, nem vonza a kajak. Maradnék a kenunál, ha jönne egy olyan lehetőség, hogy kajak, szerintem már nem mennék. Azért, mert ebben jobb vagy, úgy érzed? Hát igen, meg ebben már beleszoktam. Aha. Hogyan találtad meg a párodat, hiszen ma mennyit edzettetek? Ma kenusztatok ezen, ebben hogyan találtad meg? Hát az edző összerakott minket. Összerakott benneteket. Tehát akkor minden edzés páros, vagy egyénileg is edzetek? Van egyéni edzés penzomotok? Hát... múlt héten még volt, hogy otthon, hogy erősíteni kellett, igen. De most már nincsen. Igen. Heti 4 van. Tanulják a maguk szintjén a páros kenuzásnak a kajaktól merőben eltérő helyes mozgásait. Pozíciótól függ. Igen. Tehát a hátsónak kell mindig kormányoznia, és az elsőnek kell adni az ütemet. Ez egészen más, fordítva van, mint a kajakban, igaz? Igen, mert a kajakban van egyes, általában egyes szoktak menni. És ott magad kormányozol, és magad evezel. Melyik a vezérevezés? Lehet itt a kenuba ilyet mondani? Általában a kormányos, hogy az mondja, hogy mikor fordulunk, meg ilyenek. Az meg, te vagy a kollégád? Hát, most volt a Bence, és meg én is. Mi a jó a kenuba még? Hát, hogy például nyáron lehet fürdeni, meg minden, hogy hát hogy víz van, és hogy akkor nincs is olyan melegetek, meg hát jó sportág. Remélhetőleg egyre többen gondolják így a versenyző jelöltek közül, és a későbbiek során, amikor még keményebb lesz a munka, sem riadnak vissza a kenutól.